Pozdravljam naše gledatelje. Pogledajte naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Jedan dan u narodnoj nošnji. Učenici su obukli narodnu nošnju svojih predaka. Sjećanje na davna vremena. Izbjeglice domovinskog rata u Salanti. Iznenadili su bivšeg voditelja. Više 1000 km je putovala plesna skupina Čitaonica. Zlatna misa velečasnog Marka Bubala u Nijemskoj crkvi. Učenici etnografije srednje škole cistercitanskog reda Lajoš Nađ u Pečuhu išli su u školu u narodnim nošnjama. Mladi su se već 2018. godine uključili u inicijativu. Jedan dan u narodnoj nošnji i pokazali su da se nošnja može nositi uz ležernu odjeću. Osim mađarskih, švabskih i sikuljskih nošnji, upoznali smo i mlade ljude odjevene u hrvatsku odjeću. A népviselet egy olyan jelrendszer, mely kifejezi viselőjének korát, nemét és nemzetiségi hovatartozását. Április végén tartják országszerte a népviselet napját. A Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának közössége a különböző tájegységek viseleteiben vonult ki a pécsi Széchenyi térre, hogy flashmobbal és táncházzal hívják fel a járókelők figyelmét a népi kultúrára. Itt a Nagy Lajos gimnáziumban én úgy gondolom, hogy ezért a legtöbben a táncegyüttes vagy a táncház kapcsán találkoztak a népviseletekkel, inkább a táncegyüttesek kapcsán. A Nagy Lajosnak is van egy saját néptáncegyüttes, a Magura táncegyüttes. Nekik ugye van egy jelmeztáruk, tehát ezek nem eredeti népviseletek a legtöbb esetben, hanem gyakorlatilag színpadi kosztümök, amiket a népviseletek alapján igyekeztek megvarni. Természetesen sokszor egy kicsit praktikusabb szempontok szerint sok ilyen ruhát láttunk ma. Sokan voltak stilizált népviseletekben, amik hasonlítanak a népviseletekhez, de igazából nem az. És azért voltak, akik a nagyszüleik vagy a szüleik lánykori ruhájában érkeztek. Nagyon-nagyon szép viseletet mutatott be az egyik növendék Sárközből, és valóban igaz, hogy a nemzetiségek, tehát például a horvát nemzetiséghez tartozó diákjaink közül többen voltak eredeti népviseletben, tehát Mohácsról sokan érkeztek még a nagyszüleik ruháiban. Mosnyák népviseletben jöttem, és ez a saját népviseletünk, mivel most már idén 10 éve horvát néptáncolok. Az ink, a kötény, az alsó szoknya és a felső szoknya, bicskös harisnya és a gyöngycsort meg a pénzes nyaklánc. Szalántára jártam iskolába, és mivel horvát nyelvet is tanultam, a nővérem is horvát néptáncolt, így én is követtem az ő példáját. A néptáncot hobbiként csinálom, a horvát nyelvtanulással pedig nem voltak terveim, mert 8 évig tanultam a horvátot is. A horvát mellett a sváb viseletek is előkerültek. Ez a sajátom, kivéve a kendőt, ezt egy nagyon jó barátomtól, Dórikától kaptam kölcsön. Én hetente táncolni járok a táncegyesületünkbe, és mi nagyon fontosnak tartjuk a sváb hagyományok megőrzését. A táncegyesületünkkel folyamatosan járunk fellépésekre, akkor ebben táncolunk, valamint az ünnepi viseletet, ünnepi miséken vesszük elő, akkor ezt hordjuk. Ez vémén is sváb viselet, azért húztam, mert a családunké. Például ez a ing, ami ez igazából csak itt láttam. Sváboknál, az iskolában táncolok. Mint néprajzkutató kerültem ma ide, és mint az iskola tanára, úgyhogy én úgy készültem, hogy egy előadást tartottunk a gyerekeknek a népviseletek megközelítési szempontjairól, a különböző történelmi korszakokról, az paraszti öltözködés különböző korstílusairól, illetve egy néprajzi fotókiállítást található itt a hátam mögött, ezt a Diós Viszlói önkormányzattal hoztuk létre. Diós Viszló Siklós mellett található, egy nagyon nagy szőlőhegy található ennek a falunak a határában, és én a Pécsi Néprajzi Múzeum fotótárában nagyon sok fényképet találtam erről, így tudtunk egy olyan közös kiállítást létrehozni a Pécsi Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályával, illetve a Diós Viszlói önkormányzattal közösen, amit kölcsönkértünk egy hónapra, és itt a népviselet napja kapcsán állítottunk ki a Nagy Lajos gimnáziumban, hogy a gyerekek is láthassák ezeket a fényképeket. A 7 éve indult kezdeményezés mottója, hogy legyen a népviseletnek is egy napja, nem változott. Sokan csatlakoztak, szebbnél szebb viseletek kerültek elő, óvodákban, iskolákban gyerekfoglalkozásokat tartottak, valamint országszerte rögtönzött táncházakra hívták a turistákat, járókelőket.
Prije više od 30 godina je počeo Južnoslavenski rat koji je izbio na tragu osamostateljskih težnji 6 bivših jugoslavenskih republika, a trajao je ukupno 10 godina. Raspad zemlje bio je najkrvaviji događaj u europskoj povijesti nakon Drugog svjetskog rata. Izbjeglice su primili i stanovnici Salante i drugih hrvatskih naselja u okolici. Kako se rat u Jugoslaviji zaoštravao, sve je više ljudi postupno bježalo ovamo, uglavnom u Baransku županiju, uključujući Pečuh, zbog lako prohodne zelene granice. Oko Osijeka su se vodile vrlo ozbiljne borbe, a sela su padala u nizu. Nešto kasnije, bio je drugi val, onda su nam došli i Bosanci. Pa jako dobro, mi smo vrlo volili Marku, eto, on je bio tu na župi kod nas i sa Zagorcem smo mi vrlo bili dobro, tako da kad su dolazili izbjeglice, onda je on bio sa njim zajedno i on je poslao, ne Marko, nego naš veličasni Zagorac, on je poslao i ovaj kod nas ove izbjeglice. U stvari uvijek bi me nazvao da jel znam koga ko bi primio, tako da i kod nas su bili osmero, iako nas je bilo dosta u obitelji, ali bilo nje iz Osijeka, iz Đakova i još ne znam koje mjesto bilo, je jedan momak iz Bijeline kod nas, tako da. A Marko je bio onako uvijek vesel, dobar, jako smo ga volili i kad smo se sreli s njime, jer dosta smo išli u Hrvatsku, pa smo prolazili kroz njegovo selo, tamo gdje je on bio već svećenik, onda smo ga i tamo posjetili, tako da ja samo dobro i lijepe uspomene imam. Gotovo kad su otpočele borbe, u pograničnim naseljima pojavile su se bjegunci od pustošenja, neki koji su mogli donijeti samo najnužnije. U Mađarsku su stigli Srbi, Hrvati, Bosanci i Mađari. Pa ja se sve sjećam, on kako je došao i dok nije umro, to ja se sve to sjećam. Mi smo uvijek bili u crkvi, uvijek smo molili, pjevali svašta zajedno, mnogo koje smo proveli zajedno. Pa on je došao mlad, stigao tu. Da smo mi još svi bili mladi kad je on tu došao. Onda je bila puna crkva. Mladi i puno, bilo nas je jako puno, nije tako, sad smo već, istina da smo sad već ostarili, mladi, manje ima nek što je bilo onda, onda je bila puna crkva i svatko se radovao što je on taki mlad došao tu među nas i bio je s nama jako dobro. Puno sam imala, ja sam onda još i radila, kad su oni došli, onda su došli po mene, dođe me, puna kuća bilo koji su došli, ali onda nisu svi mogli ostati kod mene. Ostalo je dvije obitelji, a u nedjelju potlampodne bi svi došli k nama. Se uvijek držim s njima zajedno, jer oni su i dan danas sa mnom dobro, jer i ona i njove komšinice su bile, došli su k nama tri mame sa sedmero djece. I onda su i zato smo i malo podili, jer svi nisu mogli biti kod mene. Ali dvije mame su ostale s djecama kod mene, dugo, skroz. Prema službenim podacima, 1992. godine u Mađarskoj je bilo 50.000 tražitelja azila, a barem još jedno možda je bilo toliko onih koji se nisu javili nadležnima, ali su preživjeli oblačni period kod nas. Pa, imali smo u selu dosta izbjeglica. Osobno naša obitelj je primila 4 obitelji. Jedna obitelj je bila baš u našoj kući sa 3 male curice. Najmanja je imala godinu dana, a druge su kao moji sinovi i u jednoj sobi, jednu sobu sam njim dala i tamo su oni bili. Bili smo pol godine zajedno, zajedno kuvali, zajedno živili, zajedno smo slavili baš one godine Božić, iako nam je bilo lijepo, zabavno, a i teško. A imala sam 3 porodice još u Harkanju, u vikendici. Svaka soba, jedna obitelj je bila. I sa njima smo se jako lijepo družili i dan danas imamo lijepe odnose. Pa hvala našem velečasnom Zagorcu, da nije bilo njega, naša bi se riječ izgubila. To 100%
mogu reći, jer i naša djeca kad su išla na vjeronauk pričali su hrvatski. A u kući isto tako smo pričali hrvatski, a na misama opet je hrvatska misa, hrvatska pripovijed, pjesme, i tako je mogla ostati naša hrvatska misa i naš hrvatski jezik. I to sve moramo zafaliti velečasnom Zagorcu. Da njega nije bilo, to ne bi bilo. Sinovi govore hrvatski jezik, a unučice isto govore. Pošle su u vrtić, nisu znali mađarski, samo hrvatski, i lijepo su se naučile isto i mađarski, ali jako lijepo pričaju hrvatski. I to nam je bilo i važno, da u obitelji pričamo hrvatski sa njima dok su male, dok primaju i dok se moru lijepo naučiti. Bivši plesači, svirači i prijatelji društva koje ove godine slavi 50. obljetnicu su otputovali više 1000 km da bi iznenadili bivšeg voditelja društva koji se preselio u Hrvatsku ljeti 2010. godine. Šandor Čilić, koji živi u Sutivanu, veseljem je primio davno viđene poznanike. Könnyek között üdvözölte az idén 50 éves Csitanyica néptánc együttes bajai delegációját Csilic Sándor. A csoport egykori vezetője jelenleg egy horvát faluban, Sutivánban él, ahova még 2010. augusztusában költözött, azonban lélekben sosem hagyta el szülővárosát. A régi csapat úgy döntött, a csoport megalakulásának 50. évfordulója alkalmából meglepetést szerveznek számára, mivel legutóbb egészségügyi okok miatt nem tudott hazautazni Bajára. Molnár Zoltán, aki itt van köztünk, fölvetette, hogy mi lenne, hogyha a Sanyi nem jön el hozzánk, akkor eljönnénk mi Sutivánra a Sanyihoz. És ez teljesen alulról szerveződött, tehát nem semmiféle, akkor még nem láttunk semmiféle támogatást. Kiszámoltuk, hogy ennyi a busz, ennyi a szállás, és összeadta mindenki a kis seppénzét, és most itt vagyunk 50 ember, ebből zöme táncolt a Sanyinál, a fönnmaradó rész az pedig a párjai a táncosoknak. Jakab Árpád azt is hozzátette, máig felelevenednek a közös emlékek, a technika segítségével pedig már van lehetőségük arra is, hogy áthidalják ezt a nagy távolságot. Csilic Sándor stábunknak úgy nyilatkozott, öröm volt újra látni a régi tagokat, különösen jó érzés volt számára, hogy az együttes egyik zenésze, Pári Béla is csatlakozott a delegációhoz Franciaországból. Csilic Sándor azt is elmondta, rengeteget utaztak, és családtagként tekintenek egymásra. Nem számítottam. Tudtam, hogy jönnek Bajáról, de hogy ezek az emberek jönnek, és ezt az élményt adták nekem köszönetbe. Én úgy érzem, hogy szívből jött, és hogy mondjam, érdemes volt azt csinálni, amit én egész életemben csináltam. Most látták, itt a hála. És az ember azt a hálát kapta, amit nem várt. Ha előről kezdeném, újból ugyanígy csinálnám. És hajrá, Baja! Az est folyamán többen is átadták ajándékaikat, az ünnepeltet pedig Nyirati Klára polgármester is köszöntötte egy videó üzenettel. Kedves Sándor! Megkésve bár, de törve nem, szeretettel köszöntöm a születésnapja alkalmából. Az önkormányzat nevében Preininger Rozália üdvözölte Csilic Sándort. Az egyházügyekért és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok szerint a nemzetiségi hagyományok és kapcsolatok ápolása kiemelt szerepet játszik abban, hogy egy erős közösség épüljön. Bunyavált közösség keretében ugye vannak és voltak nekünk fontos bajai embereink, akik rengeteget tettek a város társadalmi életében, a nemzetiségi identitás erősítésében, és ilyen a Csilic Sándor úr, akit csoportosan 48 személy most mi meglátogattunk, megtisztelve a munkáját, amit ő évtizedekig tett a városunkért. A csapat vasárnap reggelig tartózkodott a szigeten, a háromnapos kirándulást pedig rövidebb megállókkal is színesítették.
az útról, az állomásokról, valamint az 50 éves Csitanyica néptánc együttesről bővebben is hallhatnak majd nézőink egy úti film keretében. Svečenik u miru Marko Bubalo, koji živi u župi Svetog Vinka Palotija u Vinkovcima, posjetio je 1. svibnja 2022. godine Nijemecku župu gdje je neko vrijeme 7 godina do 1997. godine boravio u progonstvu. Veličasni Bubalo bio je prognanim Hrvatima i neslužbeni hrvatski konzul i majka Terezija. Velečasni Bubalo tražio im je stanove, najčešće u kućama gostoljubivih mađarskih Hrvata, spajao obitelji, plaćao telefonske razgovore u domovinu, rješavao pravne probleme, dovozio i odvozio ljude, angažirao prevoditelje, obilazio hrvatske ranjenike u vojnoj bolnici u Pečuhu i psihijatrijske pacijente evakuirane iz Bosne. Dakako, držao je i mise i ispovjedao. Ja sam Marko Bubalo, svećenik iz Hrvatske, imam 76 godina, 50 godina svećeništva. Bio sam u Mađarskoj 7 godina tijekom domovinsko-obrambenog rata. Ovdje sam prvi put došao u Salantu, a onda kasnije sam išao diljem Mađarske. Primio me svećenik Stjepan Zagor, sad već pokojni, duša od čovjeka, dobar čovjek, pravi, prihvatio je svet koji je kod tu dolazio. A onda sam ja kratko stanovao, negdje oko pola godine u ovoj gore zgradi, i onda sam neka gospođa došla tu, donela nešto u Caritas, pa ja pitam imate li neki stan negdje. I ona mi našla za jedan dan u Rakoci, ut 39 perde. Tamo sam stanovao cijelo vrijeme, to je blizu Konzuma, tako da ljudi koji su dolazili mogli su me naći i ja sam i mogao brzo izaći i naći, ja sam za sve radio. Smještaj, telefone, plaćao prijevoz, tražio stanove, u bolnicama imao mise, u hotelima, u Đenđeš pusta i take pustare. Onda sam bio dakle u Pečuhu smještan, išao sam skroz do Zanke i Balaton Fisve, dakle oko Balatona, jer u Zanki je bio onaj pionirski grad u vrijeme komunizma, izgradnja djece, a kasnije onda sam Balaton Fisve, bile su jedno desetak žena, naši iz moje župe, ja sam išao gore imat misu, sjećam se da je bila neka kemijska tvornica, malo je za nos ako štipalo, i tako sam ja radio, dakle, najviše sam radio zapravo od Pečuha prema Balatonu i do Šikloša, Harkanja, ali sam išao i u Baju, išao sam, rekao sam, gore do Čepela, ili kako se to kaže mađarski, i Budimpešti. U Salanti je osnovao Caritas gdje je pomagao, koji poznat je bio po humanitarnom radu u Salansko-Njemeckoj župi. Uglavnom bilo Caritas, mise, djeca u školi, imali smo 600 đaka u Racvarošu, bila jedna gimnazija, zapravo škola jedna gdje nije bilo đaka. Zatim je tamo bila jedan đački dom koji smo mi iznajmili za naše ranjenike. Isto u Racvarošu jedan đački dom koji se nije koristio. Tamo smo imali misu svakodnevno, imali smo ranjenike s ovim fiksatorima, djece, žena, to je bilo strašno, ali liječnici su bili izvrsni. Ja uvijek zahvaljujem Bogu i za te ljude koji su ih prihvatili. Na misi velečasni Bubalo prisjetio se onih vremena kada je boravio u Salanti u Njemeckoj župi. Prisjetio se i pokojnog velečasnika Zagorca koji mu je pomagao u humanitarnom radu oko Caritasa. Oni su zajedno riješili svake probleme, kome je trebalo lijek, onima su pronašli lijek, kome je trebao krevet, onoma su krevet pronašli. Koji je bio žedan, dali su mu piti. Nisu nikoga pitali odakle je li Hrvat, je li je vjernik, svakome su pomogli. Kad sam došao prvi dan u tu školu, komunizam je bio još tu negdje, nije otišao. I kažem njima, je li vama drago što sam ja došao, kaj sve jedno nam je. Posle su poludili. Dakle, ta razlika kad sam se ja s njima družio, prijateljevao neko vrijeme ili više toga vremena, oni su, kaže, poludili. Dakle, to je ta jedna njihova velika snaga u čovjeku. Ako ga voliš, on skida, kao kad je puši vjetar, stani, skidaš ovo. Dakle, ne puhat, nego milovat, blag bit,
To je svećenički poziv. Bilo je to mojih najplodnijih 7 godina života, kaže Vedro Velečasni Bubalo i dodaje, tu se ispunilo evanđelje. Imao sam priliku činiti dobro ljudima. Ovdje u Salanti je bilo nekoliko obitelji. Ja sam u kukinju smjestio neke, ja sam pokucao na vrata, pitam imali sobu. Kaže meni Zagorac, baš rekao, ide, tamo su Hrvati. 2, 3, 5 kuća smo smjestili, možda 20 ljudi. I tu ima jedni koji su sa mnom, znaju te ljude, odu kod njih barem 2 puta godišnje, onda pozovu i na kirvaj kući, tu dolaze, telefoniraju za imendan, za Božić, Uskrs, dakle ta veza je ostala. A ja ću vam reći sada, ja uopće nisam znao da ima Hrvata u Mađarskoj. Ja sam se bavio svojom župom, svojim poslom, ono u komunizmu baš se to ni otvaralo, sve je bilo isto. I kad sam došao, ja sam se iznenadio, pa evo danas. Pa to je događaj za mene. Doći u Mađarsku i da imate 150, ne znam koliko ljudi koji pjevaju hrvatski, koji mole hrvatski i koji vole svećenika. To Grontu, ja mu se zahvaljujem puno, koji ovdje prihvatio se ove župe. Nakon svete mise posjetili su zajedno s mještanima groblje, zamolili se zajedno kod groba Velečasnog Zagorca. Dakle, ja vam mogu reći da sam odnio iz ove zemlje najljepše uspomene. Dakle, najljepše sam doživio ovdje. Vjerujte, da budem iskren, ovdje sam bolje primjen čak nego u mojoj župi. Toliko ljudi žele. Ja vidim da oni, to vi ne možete izračun, ja vidim kao svećenik da tu nešto miriše, da tu nešto žele. Dakle, silno me vole. Hvala vam na današnjoj pažnji. Vidimo se opet.